Jó van. Szerintem el kell kezdeni a koncertet. És beleszámoltam a vér szerint. Két, na, két anyja! Menjünk, de akkor indult be. Jaj, rá, figyelj. Jó, itt aztán. Petikém, neked mit jelentett a Bon Scottnak az életműve? Magyarázd el! Nagyon nagy, hatalmas minden, sok, sok minden a rockzene alapja nagyjából. Engem a 90-es évek elején, amikor a kaszetta hamisítás nagyon nagy lendületet kapott, akkor a nyugati pályaudvar előtt lehetett kapni ilyen 200 forintoki takt kaszettákat, és én az összes AC/DC kaszettát megvásároltam akkor, és mai nap után a Queen mellett az egyetlen olyan zenekar, akinek minden lemezét ismerek is, és szeretek is. Marcikám, neked? Nálam pedig, nem tudom, tudja a kedves közönség, hogy a Kiss mániám előtt érkezett az AC/DC, tehát azért 80-as évet írtuk, 1980-at írtunk, amikor is a, hát szerintem akkor még pont élt a Bon Scott, tehát 80 legelején volt az, amikor én kecskeméti születésű lévén ott a helyi lemezboltba betévettem, és megvettem a Highway to Hell című lemezt, és mondom, hogy atya úristen, ez mi, de jó. És elkezdtem magadni a AC/DC-t, Bon Scott meghalt pár héttel később szegény, és utána pedig megjött a Kiss együttes pár hónappal később, de az AC/DC nálam megelőzte a Kisst, úgyhogy abszolút nem, tényleg a rockzene alapköve, abszolút mondhatom. Ez olvasatomban. Ennyi. Yeah!
Azt hiszem 16 éves voltam, amikor láttam a Led Derby Rock című filmet a moziban, és akkor az úgy gondoltam, hogy ez valami nagyon hatalmas dolog. Az egész AC/DC, és hát Bon Scott különösen. Az a lazaság, az a flegmaság, nem is tudom, hogy rock vagy punk csáó volt. Tényleg egy olyan pozőr volt, egy olyan ember, aki élt a színpadon, különleges hangja volt. Akkor elhatároztam, hogy biztos, hogy fogok majd AC/DC-t is majd énekelni, de eltelt 20 év, addig nem mertem neki fogni. Aztán Kovács Peti gitáros barátommal gondolkodtunk azon, hogy te Peti, csinál valaki Magyarországon Bon Scott emlékestet? És azt láttuk, hogy nem. Még Gubiék csináltak annak idején 10 évvel ezelőtt, de mostanában senki. Pedig vannak az országban jó néhányan, akik tribute zenekarok és AC/DC-t játszanak, és senki nem csinált Bon Scott emlékkoncertet, így hát mi 4 évvel ezelőtt megcsináltuk, és ez a 4 év odáig futott ki, hogy a mai napon, itt most február 19-én a Barba Negrába, barátok és sztárokkal lehetünk egy színpadon, és reméljük, hogy csinálunk egy nagyon jó bulit. Egy nagyon régi kedvenc barátunkat szeretnénk a színpadon. Dandó Zoli, rajtapsot nekünk! A dal, amit eljátszunk, Jailbreak! Oh, yeah.
szívehez mindig közelebb állt a bonzkottosabb világ. Ugyanúgy szeretem a Brian Johnson-os lemezeket, meg minden, de nekem a bonzkott sokkal energikusabb, sokkal őszintébb, sokkal AC/DC-sebb, sokkal meghatározóbb volt.
furcsa módon egyébként a Brian Johnson érát ismertem meg korábban, és később ugye ezt a Bon Scottos vonalat, és hát mind a kettő énekes egyedülálló a maga nemében. Én a Bon Scottot azért szeretem, mert tényleg ő az a fajta énekes, aki 110%-kal énekel minden egyes koncertjén. Tehát látszik rajta, hogy egy hangja sincs elhaknizva, úgyhogy megtiszteltetés nekem és az öcsémnek, Dénesnek, hogy erre az eseményre én már harmadik, talán negyedik alkalommal meghívást kapunk. Yeah.
A legjobban az példázza az, hogy mennyire nagy hatással volt rám az AC/DC a kis High Voltage albumával, hogy eljutottam, 25 éves vagyok mindjárt, és a tavaly alapítottunk egy AC/DC tribute bandet, és imádom csinálni, és kirobbanok benne, és minden feszültséget, ami felgyűlik bennem a napokban, a hétköznapokban, azt csak ebben tudom levezetni. És kurva jó érzés. Was it?
Neked mit jelent az AC/DC? Nekem én valamikor a 70-es évek vége felé hallottam először az AC/DC-t, onnantól kezdve rajongó lettem. Ami a zenekarba iszonyatosan tetszik, hogy mindig meg tudnak újulni, mindig tudnak új rajongókat szerezni, és hogyha megnézünk egy koncertet, mindig ott vannak a tínédzserek az első sorban, és veszettül éneklik a régi dalokat is. Egy 86-ban ott voltam. Akkor játszottak? Nem. Nem. Az a Queen volt. 91-ben. Na mindegy. Tök mindegy. 91-ben voltunk ott. Hellsmash!
Oké. Okay. Jó kezdi! You should be your idol. Ismeri azért így a őspokolgép munkásságát, annak azért nem kell mondani, hogy volt némi közünk Bonszkotthoz, már legalábbis a Bonszkot emlékére című dal kapcsán. 1983-ban léptünk fel a Nagyferóval fémjelzett bikini előtt, pont február 19-én, amikor még a Paksi Endre is a pokolgép tagja volt, basszusgitározott és énekelt is a zenekarban,
és hát Endre barátom az akkor még Élő halott című dalt úgy konferálta be ezen a bizonyos koncerten, hogy a következő dalt Bon Scott emlékének ajánljuk. És ezután ő letérdelt, mi is követtük őt, és a közönség is körülbelül 7-800-an voltak ebben a csepeli klubban. Ugye az a közönség eleve hozzá volt szokva ez a rituáléhoz, hiszen a Nagyferó közönségénél van egy térden állva, ahol már ez megtörténik, úgyhogy ott nagyon adta magát, és az az igazság, hogy ez azóta ilyenné vált ez a dal. Már a következő koncertre úgy jöttek a rockerek, hogy ugye játszátok a Bon Scott emlékére című dalt. Pont erre szeretnék mindenkit megkérni, lássam a kezeket. Köszönöm szépen. Live wire!
Az a helyzet, hogy gyakran szokták kérdezni interjúkban, nem csak tőlem, hanem minden más zenésztől is, hogy kik a példaképeid, volt-e rád valaki hatással. Azt gondolom, hogy aki ismer engem, azt tudja jól, hogy a régi módi, az old school rock and roll, ahogy a Motorhead vagy, ahogy az AC/DC, az rám, meg az egész tankcsapdára, úgy tetszik, a korai években legalábbis meghatározó hatással volt. És nyilván a régi érának, a régi AC/DC érának egyértelmű emblematikus figurája volt Bon Scott. Hogyha valaki ismer a tankcsapdának a dalait, nem csak a slágereket, hanem jobban is, mint a slágereket. Azt tudhatja például azt, hogy van egy olyan dalunk, egy Bon, Én megyek utána című tankcsapda szám, amiben meg is éneklem azt, hogy 12 voltam, amikor elment, azaz éppen ma 35 éve annak, hogy én 12 éves voltam, és hogy ő meghalt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennél sokkal többet nem is igen kéne hozzáfűzni a Bon Scott és a Lukács Laci kapcsolathoz. Kicsit ilyen nyilván nem karmatikus a dolog, hiszen én akkor 12 éves voltam már, tehát senki ne gondolja azt, hogy bennem született volna újjá Bon Scott, szó nincs erről. Viszont az a fajta habitus, az a fajta rock'n'roll életmód, az a fajta csajozós, bulizós, jövünk, megyünk és éljük az életünket és járjuk a világot, hangulat meg életmód, az nagyon nagy hatással volt rám, és azt gondolom, hogyha közben el is telt mondjuk sok-sok év, a bulizás talán már nem annyira intenzív, mint mondjuk annak idején volt, de a világot járás, meg a rock'n'roll szeretete és életmód formája az mind a mai napig jellemző rám. Kedves barátaim, hölgyeim és uraim! Nagyon problémás fiút szeretnék színpadra hívni, ha már nevezhetem így, Magyarország első számú leghitelesebb rockzenészéről van szó. Lukács Laci a színpadon! Szavaztok, srácok! Az a helyzet, aki vágja a csontát, az tudja jól, hogy én 12 voltam, amikor elment. A tetovás srác, a problémás kibaszott rock'n'roller! Yeah.
Illeti szó, egy nagy tanulságnak is látszok. És újra köszönjük a színpadon Nagy Mátét! Következzen most a speciális, soha eddig nem összeállt, és lehet, hogy soha többé ebben a formában a színpad nem álló formáció adásában az egyik legrakendorosabb szövegű dal, ami arról szól, hogy vannak csajok a balomon, meg vannak csajok a jobbomon, de ezzel nincs mit csodálkozni, mert én vagyok egy kibaszott TNT! Yeah!
sok kibaszott jó észnézőjök még mindenkinek! Thunderstruck a dal címe. Épp itt az ideje eljátszani. Segíteni fogtok? Second in the race. Who ain't coming to please? Yeah.
Zák! Köszönjük szépen! I need to hear, jó lesz? Ja, végére! Woo! We'll be right back.
if you are home. You got it. Yeah!
Köszönjük szépen! Sziasztok! Hol a maszka? Köszönjük szépen!